Csapó. Szép jó napot kívánunk, köszöntjük a kedves nézőinket. Most a rekordok teréről kapcsolunk. F. Zolef világszáma, a húzódkodás rekordja megdöntése következik. Gyerünk Zoli, rögtön csinálj! Hajjá Zoli! Zolika! Gyeri Zoli, 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 Zoli! Ez igen, belevág. Ajjajjaj! Dújj! Az a decim, decim! Mikor az igen. Hihetetlen! Ez hihetetlen! Még egyet, kimegy! F. Zolef, gratulálunk a világrekordhoz. Mit érzett a gyakorlat közben? Szóval sem jutok. Kérem szépen. Ez a 10 év kellett ehhez a 2 perces szám bemutatásához, és teljesen kivagyok. Hatalmas lelki és testi felkészülés kellett hozzá. Hát valami eszméletlen. Hogy készült fel? Hát 10 évig. Nem ennyi ideig. Hogy? Hogy? Hát minden nap csináltam ezt. 10 éven keresztül, napi 2 perc. És akkor miért nem láthattuk hamarabb, hogyha minden nap ezt csináltam? Ha meg kellett ez a 10 év, hogy elérjek odáig a szintig, hogy ezt be tudjam mutatni a nagy közönségnek. Szintizik is? Szintizik, tiszaká, én nem mondanám. És honnan jött maga? Én? Hát innen, közérből. F. Zolef, gondolom azzal tisztában van, hogy ez a produkció, ez nem mindennapi, nem hétköznapi, és ezt nagyon-nagyon kevés ember tudja igen, megcsinálni igen. A Föld nevű bolygón. Annyira kevés ember, hogy csak én. Én sem mindig, de most igen. F. Zolef, tisztában van ön azzal, hogy ez attól lett világrekord, hogy nagyon kevés ember tudja megcsinálni? F. Zolef, tisztában van ön azzal? F. Zolef, tisztában van ön azzal, hogy ez a világrekord világra szóló, és ezt nagyon-nagyon kevés ember tudja megcsinálni a Föld nevű bolygón. Igen. Annyira kevesen, hogy csak én. Én sem mindig. Ez tényleg elképesztő. Nika. El ne esé. Ki vagyunk, Bognai? Ki vagytok? Malek Bon! Ki vagyok? Sziasztok! Na hát, szeretettel köszöntök mindenkit, ugye, mint riporternő. Gyorsan beszélgessünk egy kicsit a Magyar Szigetről az e-heti EFTB, TB, mi az? TV, EFTB, a Magyar Szigettel foglalkozik. Macska, voltál már Magyar Szigeten? Életemben soha. Köszönjük szépen. Dorán, voltam? Mi? Voltál már a Magyar Szigeten? Nem, életem azért volt nagy balhé, mert nem mentem el. Júci, voltál már Magyar Szigeten? Szia! Nem. Még sosem. De idén készülsz? Még nem tudod? Még nem. Ajaj. Szomorú. Döntsd el. Most döntsd el, mert most meg kell üzenni az embereknek, hogy készülsz-e vagy nem. Készüljenek ők. Ez a beszéd. Szívacs, vedd fel a szemüveget, légy szíves, riportalany vagy. Segevára? Ronda. Ki az ott a korona? Segevára. Ki ez? Hát... Ez egy zombi bazd. Oszló Segevára. Azt a zombi minden itt. Köcsök kommunista az. Ajajaj, csúnyán mondta. Szia, ti hogy vagy? Skandináv. Szia. Én 14-szer voltam a Magyar Szigeten, most 13-szor rendezvény is volt már. Köszönjük szépen. Kérlek. Milyen nagyképű parasz? Igen. No, gyorsan egy pár komoly szót ebbe a műsorba. Zagyva Gyula lesz és Ince Béla majd a... Ha Janika, hát figyelj már ide. Szerencsétlen számba az már. Figyelj. 13. És pénteken játszik. És péntek 13. Akkor elrontott, hogy csak 12-szer volt. Gyula nem játsz, nem vállaljuk. Tehát most akkor... Most lemondjuk ki, bejelentjük. Ebből a pár percből észlelni fogjátok, hogy milyen szintű beszélgetés következik Zagyva Gyulával és Ince Bélával.
megkérdezzük a zenekart, hogy készül Incebil a Magyar a Szigetre. Mi? Incebil a Szabadlábon van, igen. Hogy készülünk? Jani, hogy készülünk a Magyar Szigetre? Itt a zene, itt meg a kar, tehát őt kérdezzük meg. Kérlek szépen, olyan zenészeket is föl fogunk vonultatni, akiket nem szoktunk. Mi így készülünk. Fantasztikus. Még valamit bővebben? Ismerjük őket, igen. Harmonika, vibrafon. Egyébként... Triangulum. Ne hazudja ilyeneket, mert akkor fogják követelni a tanulharmonikát. Nem, igazából ez az én ötletem volt, hogy ez legyen egy rendhagyó koncert, hogy mondjunk be mindenféle hangszert a szimfonikusokból, akiket nem hívunk meg. Más szimfonikusok játszanak velük. Vadászkül. Hát, te tudnál valami konkrétat, mert Jani az most nem bőbeszédű. Hogy készülünk? Én, nekem. De nem vagyok egoista, én. Köszönöm. Én voltam mind a 13. Jó, aztán nagyon komolytalanok vagytok. Zorán, csak benned bízok. Hogy készülünk a Magyar Szigetre? Nagyon? Bele szarják közben. Gőzerővel? Gőzerővel. Vettél egy gyúros kesztyűt. Most kaptam a Janitól egy gyúros kesztyűt. Ez alkalom. Éppen azért. Elmondjuk a műsor végén meghallgatható meglepetés nótát, amit a... Nem? Hát azért meglepetés. Azért meglepetés. Lesz meglepetés nóta. Hát így gondoltam, hogy ne hogyad melyik nóta. Akkor elmondom. Lesz meglepetés nóta. Köszönjük szépen. És komoly volt. És azt elmondjuk, hogy milyen dalokat fogunk játszani a Magyar Szigeten? Nem, mert az a meglepetés. Népi. Népi. Népi dalokat? Nem, lesz K is. Olyat, mint egyik. Ezt kivágom. Ezt kivágjuk. Hülyeséget beszél! A Jani! Megint itt áll! A Janista! Mi ez kár? Mi az a szkár? Ne haragudjon! Hát egy ilyen teljesen formabontó stílus, amit így behelyezünk a számok közé, úgyhogy teljesen váratlanul fog érni. Nem tudja. Megint egy szemüveges ürge. Ez Handa Banda, köszönöm! Olyan hangszerrel fog játszani, ami kiszámíthatatlanul hangosan szól. És gyakorlatilag ő lesz az egyetlen, aki tud zenélni az egész impotot. Jani, hát előbb itt kiejtette egy érdekes szót, amit nem ismerek. Térjünk már vissza erre a szkára, hogy végül akkor ez mi ez? Pontos, ez egy nagyon Zorán? Ősi... Zorán tud valamit erről? Zorán jobban tudja, hogy honnan származik. Hát... Főztem is ilyet meg, tehát ez egy ősi magyar étel, de nem ugye ejtették ilyen angolosan, mert ez átment, ugye az angolok át. Vették, ugye a mednesszék, de hát ebből is látszik, hogy a mednesszék... Eszékről származnak, értem én. Származnak ugye mednesszék. És ez a ska eleve ska volt, ez egy nagyon finom burgonya étel, a ska. És amikor ezt megették és finom volt, akkor mondták a háziasszonynak, hogy Jóska. És ebből lett ugye végül a Jóska nép, József, mint olyan, és akkor úgy hallottam, hogy igen, hogy a kutyák is ették, a puli, meg a komondor. Puliszka! Annyira megtetszett, hogy Jézus apja is félvette ezt a nevet, így lett József, vagy Jóska. Ez az étel, a ska étel, amikor már nem Jézus apjánál tartottunk, ugye János? József, annyi Jóska. Megtetszett neki, hogy Jóska, így lett József, és akkor így lett Jézuska. Jézuska! Jézuska így, hogy József. Tehát ez a ska eredete. Igen. És amikor a ska nevű ételt kidobták, mert már nem kellett az embereknek, akkor megette a kutyuska, és ebből lett ugye a puliska, tehát puliszka. Így tudnám kifejezni. Tehát ezt a történetet meg fogjátok idézni a Magyar Szigeten. Nem, természetesen meg a puliszka. Ez egy nagyon brutális produkció lesz, és bele blokként belehelyezzük a többi szám közé. De ez meglepetés, úgyhogy nem mondjuk. Ezt nem mondjuk. Tehát ez egy brutális koncert lesz, akkor azt igen, mondod. Igen, és hát az egész műsorunk ennek a jegyébe fogja meg a ska vagy ska. Hát ez ska egyébként, mert csak az angolok skáznak. És az egész műsor ilyen kis hamiska lesz. És utána elbújtosunk egy helyre, mert annyira szégyeljük majd magunkat, és ennek a helynek a neve pedig Alaska. Koncert után meg megy a haska. Alaska. Oh,
Ezt kivágjuk, ne aggódj az itt. Szemétládák. Mi lényte? Csapó 20. Szerbusz Gyula, szeretnénk hallani valamit a készülődő Magyar Szigetről, valami előzetes információt. Mi várható? Mi lesz, amiből már megszoktunk? Milyen újdonságokat tartalmaz majd a Sziget? Hát mindig mindenki az újdonságokat keresi, de már abból kifogytunk. Tehát miért nem lehet egyszer azért várni a Magyar Szigetet, hogy olyan legyen, mint a többi? Nem? Tehát így egyszerűen valaki jól érezte magát a Magyar Szigetet, és akkor miért nem lehet, hogy jaj, jól éreztem magam, és ugyanolyan jól akarom érezni rajta magam, mint amit tavaly vagy tavaly előtt. Mert mindig újdonságot keresünk, nem lesz semmi újdonság. Szerintem ez roppant egyszerű. Itt a zavar szerintem az lehet, hogy volt már 12, ugye? És nem tudjuk, nem emlékszünk tisztán vissza, hogy melyik volt a legjobb, hogy melyiket szeretném újra. Nem tudom, én nekem a kedvenc egészséges fejből koncertem az volt, amin nem volt ott a Zorán. Akkor ezt most megismételjük? Tehát az egy nagyon jó koncert volt. Akkor most sem megyek. Jó, ez még benne van a papliban. Tehát ezek már egyet akarok örömet szeretni. Várjuk ki a végét. Nekem, nyilván nekem nincs kedvenc Magyar Szigetem, mert nekem mindegyik... Hát csak egy gyermeket a Magyar Szigettel. Hát én meg egyébként, hogy én egyikre sem emlékszek valójában. Igen, ezt nem akartam. Ilyen zombiként járok jönnek. Nekem így összefolyik a 12. Újhajnal, úristen, ez hányban volt? 2006-ban vagy 7-ben. 6-ban már nem lehetett, 6-ban már Jodi velünk volt. De akkor csak összeállt egy koncert erejében. Úgy igen. Tehát akkor Gyula, ugyanaz lesz a Magyar Sziget, mint szokott lenni. Ebből... Négy napos lesz, tehát nem lesz... Tehát ez újdonság. Ez újdonság, hogy 4 napos lesz. No kérem, hát az mégiscsak van kevesebb valami. Kevesebb néha, több. Mesélj nekünk, légy szíves arról, milyen, hogy kik fognak fellépni. A gazdasági virágvásár miatt 4 napos lesz a Magyar Sziget. Akkor még egyszer megkérem, hogy mesélj nekünk arról, hogy kik fognak föllépni, hogyha van valami a fejedbe is, és hát ne az egészséges fejbőrt mond. Nyilván azt lehet hallani, hogy az egészséges fejbőr fel fog lépni, nélküle. Nem, mindig azt mondom, benne van a pakliba. Tehát... Én lenne benne. Jó, hát akkor nem. Nyilván, amit még jobban szeretné hallani, hogy a magozott cseresznyén is fel fog lépni. Ez rettentően jó. Sőt, amit a legjobban szeretné hallani, hogy a csillagsoljon dolgokat fog játszani a magozott cseresznyén. Ezt kivágjuk, kérem szépen. Ezt kivágjuk. Már elbeszélni. Hát 5 percig nem tudta megtartani. Hát ez egy áruló. Na jó. Igazából az, hogy a 3 dal, tehát ennyit megszellőztethetünk, tehát
Három dal, azért nem a világ vége, ugye? Nem, annyit talán kibírunk. Ké. Ennyire nem tetszik a Csillagsajom, Gyula? Legyek őszinte? Legyél. Nem. Mi nem tett? Interjú vége, valami egyes van a besémnél. Meghallgattad már nem ezeket? Tényleg nem. Hát, akkor hogy te? Hogy tetszett, nem vagy nem tetszett? Viszont van egy jó és egy rossz hírem, tehát hogy most indult a csillagsajom.hu, rá két órára eltűnt az éterből, viszont ha visszajön, akkor minden dal meghallgatható fönt. De ez azért van, hogy tegnap beszéltünk róla, erről az új honlapról. És nem, ez nem furcsa, hogy beszéltél velem róla, és ma így le lett így nullázva az egész. Furcsa, hát őszintén furcsa. Jó, de én mondtam, hogy ellenem van ilyen hibűris úrú most. Hát valójában két napja hirdetjük, hogy veled lesz interjú. Igen, és lenullázták az egészet. Mondom, hogy Budu van ellenem. Nem. De érzem. Nem baj, megoldjuk ezt is, mint ahogy eddig is megoldottuk mindent. Vissza fogsz állni nekik. Nem Budu van belőle, belé lehet egy kötőt. No, Béla, téged kérdezem, mert talán napra készebb vagy a fellépő zenekarokkal kapcsolatban. Néhány kisebb-nagyobb zenekar nevet említsél, légy szíves. Nem lehet elégszer elmondani, hogy az egészséges fejből és a magozott cseresznyi színpadra áll. Hát ezt nem bírom hangsúlyozni. De ezen kívül, tehát ugye tavaly nem volt olykor, de idén mindenféleképpen színpadra állnak. Ennek örülünk szívben. Úgy áll a helyzet? Úgy áll a helyzet. Na. Ezen kívül Historica, Boys, ugye nekik ami, is. Ami volt, már eddig nem volt, hogy volt. A Boys. Boys az tavaly volt, ha jól tudom. Hát a Gassa újdonság. Tehát olyan zenekar, ami eddig még nem volt, nincs is. De talán ez annak is köszönhető. A szebb napok egy, az is volt már, de most egy teljes, tehát nem új felállással, a régi felállással a szebb napok, de teljesen más stílusban adják elő dalaikat. Ez egy abszolút újdonság. Na, találtunk ennek egy körülünk. Újdonságot, azon kívül, hogy máshol van újdonság. A zenekarok között nincs annyi újdonság. Kérem a kamerát. No. Na, figyelj, máshol van újdonság. Pénteken, ugye mindig szokott lenni haditorna bemutató, és most nem ilyen honfoglaláskori lovas bemutató lesz, hanem második világháborús harci bemutató lesz, ami szerintem tényleg újdonság, tehát egy komoly nagy csatajánat lehet készülni, kb. 60-70 emberes csatajánat lesz a focipályán. Ketrecharc? MG42-es géppuskával, stb. Tehát szerintem komoly lesz. Csak ketrecharc az sem újdonság, mert az is volt már, de szerintem ennek az egyik kedvenc program. De, most jut eszembe, hogy valóban lesz tényleges újdonság. Szedjük elő, jönnek föl! A vérebről jut eszembe. Hogy lesz Commodore bemutató. Maszat, gyere ide! Maszat! Hogy hívják? Teddy Sheringham. Életelen jön oda. Megmutattuk őt. Lesz két vagy. Commodore bemutató is lesz. De látó Commodore lesz, de nem vak. Nem vak, igen. Nem lehet benne elesni. Beütni a fejünket. És magyar agár, futtatás és bemutató is lesz. Ami szintén abszolút újdonság. És abszolút magyar vonatkozás. És magyar fajták. Akkor lesz komoly program. Tehát nem az, hogy oda lesz hozva három Commodore, hanem rendes bemutató lesz, rendes program, illetve... Itt egy kis információ, ha jól emlékszem, amikor iránt Irakot támadták amerikai egy múzeumban, állítólag ezek tűntek el, ezek a szobrok kiállítva, hogy azon a földön őshonos kutyafajták, ez a három, a Puli, Commodore és a Kuvasz volt kiállítva, és eltűntek a múzeumból, képzeld el. És akkor itt meg Magyar-szigeten egyszer csak megjelennek, most ezt akarod kívülni? Ez az újdonság. Egyébként elárultunk egy ilyen rendezői kulisszatitkot, hogy a Magyar-szigeten több fekete lyuk is van, mely bizonyos években beszippant egyes tárgyakat vagy embereket. És 3-4 év múlva dobja ki. 3-4 év múlva kidobja. Tehát ez tényleg. Akár telefon, Notes, walkie-talkie, egyes zenekar Gázsia. Tehát a Bermuda háromszög eletekszik a helyi spirituális értéke. Egyszer volt, egyszer nem volt. A Verőce háromszög. Lesz zenekari újdonság is, úgyhogy lesz zenekar a zenekarban. Nem mondom meg, hogy mi, mert ezt még nem árultuk el. De olyan számok fognak elhangzani, amit ismernek ugyan,
főleg a régiek, sőt csak azok szerintem. Az hárman. Nem, de azért sokan ismerik, és még sosem hangzottak el a Magyar Szigeten. Tessék, itt az újdonság. Hoppá. Tessék, itt az újdonság. Miről van szó, Zoli? Hát, azt nem mondom el, hát mondom, mondom, hogy nem mondjuk el. Ja, de ezt még én sem tudom. Minden titkot nem fedünk fel. Erről én tudok? Hülye. Minden titkot nem fedünk fel. Jó. Van-e olyan, Gyula, amit még el szeretném mondani a Magyar Szigetről? Miért érdemes kijönni a kedves barátainknak? Egy kárpát-ferencei találkozóhely. Tehát, tehát a Magyar Szigetnek a küldetése egyébként az, hogy azok az emberek, akik egész évben ugye harcolnak a Kárpát-ference különböző pontjain a nemzeti rövidítás oldalon, azok ezen a egy héten, most ugye már csak 4 nap alatt találkozzanak, együtt legyenek, és szerintem akkor is tehát akkor is el kellene, én, ha a közönség lennék, akkor is elmennék, ha nem lenne egy koncertse, mert az elméletek egy találkozóhely. És emellett, meg még vannak szerintem tök jó programok is, de szerintem, tehát amiért ki lett találva a Magyar Sziget, meg ami szerintem a Magyar Szigetnek valójában a küldetése, az, hogy ezt a találkozó helyet úgymond meg tudja jeleníteni. Szerintem ez a legfontosabb benne. Legyen ez a végszó. Nagyon jó kis végszó ez. Most már tűnjetek az ágyamról, vannak, mert én szaladni akarom. Legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Na jó, akkor sziasztok!